Kőbánya 2016-os harmadik márciusi képviselőtestületi ülésén első napirendi pontként a 10. kerületi rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről számolt be dr. Gyetvai Tibor kapitányság vezető. Ez a pici kép az azt mutatja, hogy tudunk örülni, tudunk sírni, tudunk mosolyogni, tudunk keseredni, tudunk a sikereinkkel is dicsekedni, és el kell mondani azt is, hogy ha valamit nem jól tettünk. Ez mutatja azt, hogy a szervezetünkben ezek a kollégák, akik ott dolgoznak, ők ugyanolyan anyák, apák, gyermekek, és nekik ugyanúgy azt a jogszabály kötelezettséget be kell tartani mindenkivel szembe, aki ezt elvárja tőlük, mert nyilván valamilyen szinten nagyon nehéz ezt a munkát elvégezni. Köszönöm, mehetünk tovább. Lássuk a bűnügyi számokat folyamatosan, kérem, akkor vetítsük. Láthatjuk azt, hogy a regisztrált bűncselekményünk száma az elmúlt évben egy picikét változott, nem jelentős esetben, hiszen az összes regisztrált bűncselekményünk, ott hiányzik egy szám, ha jól látom, de mutatom tovább akkor. Konkrét eredmények és nyomozás eredményeseink. Látható azt, hogy az összes regisztrált bűncselekménynél egy pici, gyakorlatilag egy 2%-os csökkenés volt az eredményeinkben, ami összességében nézve nem sok, és majd később szeretnék kitérni arra, hogy a konkrét bűncselekményeknél milyen eredményeink voltak. Láthatjuk, hogy a közterületen elkövetett és a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekmények, ugye a közterületen elkövetett kiemelt bűncselekményeknél meg van határozva, hogy mely az a bűncselekményi kör, amelyet kifejezetten ebbe a körben vizsgálnak. Itt a közterületen elkövetett rablások, kifosztások, gépkocsival kapcsolatos bűncselekmények, illetve a személy elleni bűncselekmények történnek, mehetünk tovább. Láthatjuk egyénileg majd azokat a bűncselekmény kategóriákat, amiután megmutattam, hogy a 100 000 lakosra vetítve, látható egy pici emelkedés, ami közel 0,5%-os volt az elmúlt évhez képest. Ez az emelkedés nem jelentős, nyilván felhívja az arra a figyelmet a mi számunkra, hogy oda kell figyelni, és milyen területre kell odafigyelni. Mehetünk tovább. Láthatjuk, hogy a lopás bűncselekmény kategóriában azért sikerült egy viszonylag jelentős, hiszen a leginkább irritáló ez a vagyon elleni bűncselekmény kategória, közel 100-as nagyságrenddel sikerült csökkenteni az elkövetett bűncselekményeink számát, mehetünk tovább, és ezen belül is láthatjuk azokat a lakásbetöréseket, ami úgy gondolom, hogy fontos, hiszen az embereknek a leginkább intim szférájában, mikor hazamennek és ezt tapasztalják, leginkább irritáló bűncselekmény kategória, és láthatjuk, hogy az elmúlt évben ez konzekvensen 2011 óta folyamatosan csökkent, 134 ilyen eseményt regisztráltunk az elmúlt évben. Láthatjuk a rablást, ugye egyszer megfogalmazták, hogy mi a rablás, ugye ütök és elveszem, ez volt a legegyszerűbb, bár nem kifejezetten így, de egy 2011 óta mi jutunk, ez a szám folyamatosan csökken, és láthatjuk, hogy nem egy jelentős szám, de ez a csökkenés mindig folyamatos, hogy lefele menjünk, minél kevesebb legyen ebből az erőszakos bűncselekmény kategóriából. A prezentációval egybekötött beszámolóhoz több képviselő is hozzászólt. A statisztikák és a tapasztalat nem mindig jelenti, mert azt, attól, hogy a mutatók jobbak, az emberek biztonságérzete nem javult az elmúlt időszakban sem, én ezt személyesen is tapasztalom. Engedje meg, hogy néhány dologra felhívjam a figyelmet, habár remélem, hogy önök előtt már ezek nem ismeretlenek. Az ősezértére állapota. Ugyanannak személyek garázdálkodnak és infiltrálják az utasokat. Egy kőbányai lapos keresett meg, többször beszéltem vele szóban, illetve legutóbb írt egy levelet március első hetében, és kérte, hogy az ő által tapasztaltakat osszam meg a rendőrkapitány úrral is, úgyhogy idéznék a leveléből. Az őrső minden este 11 után a metró előtti beugranáról az őrséges is van, szoktak tanyázni, kb. 4-en, szerintem narkósok. Úgy látom, lesik kinél van érték, heti egyszer tuti verekedés van, az utolsó 85-ös 23.57-kor megy. Soha nem jutottunk még úgy haza, hogy legalább egy narkós vagy bolond ne legyen rajta. Én azt gondolom, hogy azért megemlíteném, hogy a rendőri jelenlétnek a látvány, vagy látszatta, vagy hogy mondjam, tehát hogy ott van a rendőr a közterületeken, az utóbbi időben ez növekedett Kőbányán, amikor azt is tudom, hogy nem csak a 10. kerületi állománynak a dolgozói kollégák vannak ebben benne, hanem a tekkesek is néha részt vesznek ebbe a küldetésben, de ugyanakkor mi is ugye adunk a központ felé embereket, hogy a kapitány mire szokta ezt mondani, tehát kölcsönös ez a dolog, ami megmutató, mert preventív jellege is van. Az is igaz, hogy Kőbányán a sajátosságok miatt számtalan olyan hely van, ami sajnos ilyen csöves, megbújós, narkós része kiválóan alkalmas, lépcsők alatt elbukott helyeken, sajnos ezt mindnyáján tudjuk, hogy ebből rengeteg van, és emiatt mondják azt ugye, amit mindig el szoktuk mondani, hogy Kőbánya
közbiztonsági rendőri szempontból egy nem egy könnyű, sőt mondhatni, hogy egy nehéz kerület. Ugyanakkor a kollégák abban beszélgetve többször elmondták, hogy ez egy igazi kihívás nekik, mert nem egy átlagos kerületről van szó, hanem egy nehéz emberpróbáló feladatról, de a sikerélmény itt sokkal inkább nagyobb, mint egy langyos álmatag városi részen. Én ma kaptam egy olyan kérelmet, mint a körzet képviselője, képviselőjét kerestek meg a Körösi Csoma 4351-es számú háznak a lakói, ahol 130 lakás van, és aláírással is demonstrálták azt, hogy a nemzeti dohánybolt, ami ott található a házban, alkoholt vásárló, és azt a ház előtt az utcán elfogyasztó személyek szinte minden nap inzultálják a lakókat, a lakóépület bejárati ajtajánál, a gyermekék szeme láttára végig el szükségleteiket. A polgármester és képviselő úr felé azonnal kérésem, hogy nyilván a személyiségok a tiszteletben tartva, amennyiben ezt kérték önöktől, küldjék meg ezeket a leveleket. Némi reagálásra azért szeretnék tenni. Az őrközért télen reggel 6-tól este 10 óráig folyamatosan kint van a rendőr járőr. Az elmúlt hónaptól már közterületre ügyött el közvetlen, tehát közösen, mert minden olyan intézkedésben, ami a köri hatásköve, illetve a közterületre ügyött hatásköve már tudnak intézkedni. Azt is szeretném elmondani, hogy pont március hónapban volt egy olyan garázságunk az őrközért télen, ahol a sértett elmenekült, de úgy menekült el, hogy azt sem tudjuk, hogy ki az elkövető, meg már a börtönben van. Tehát az azért picit úgy gondolom, hogy ha nem intézkedünk és nem vagyunk itt, az egy kicsit túlzás, és pont képviselő úr, tegnap beszélgettünk, megkérdezte tőlem bizottságülés előtt, hogy a rablógyilkossággal mi történt. Hát értetlenben néztem rá, és kiderült, hogy nem rablógyilkosság, de már a Pletyka ezt mondta. Egyébként meg előzetes vagy az az elkövető, aki az idős bácsit kirabolta. Tehát úgy gondolom, hogy az információk torzulása azért nem mindig a valóságot tükrözi. A rendőrségi beszámolót követően napirendi pontként tárgyalták a 10. kerület Kőbányai önkormányzat közigazgatási területén további fizetőparkolási övezet kijelölése című előterjesztést, melyhez szintén többen hozzászóltak. Az előterjesztésben tárgyalt terület az Üllői út, Ceglédi út, Bihari utca, Balkán utca, Somfaköz, Zágrábi utca, Gém utca, Fogadó utca és a Száva utca által határolt terület. Rendkívül fontosnak tartom, hogy ezen a területen bevezetésre kerüljön a fizetőparkolási övezet, hiszen 2 metró megálló is van ezen a területen, és az itt élőket rendkívüli módon sújtja ez a helyzet, ami kialakult az elmúlt évek során. Ugyan fejlesztettünk ezen a területen parkoló területeket, építettünk ki, ami sok könnyebbséget jelent az itt élőknek, de a parkolóhelyek további fejlesztésére van szükség, hiszen a meglévő parkolóhelyek az itt élők számára is csak akkor lesznek nyilván elégségesek, ha tovább folytatjuk ezeknek a parkolóhelyeknek a kiépítését, kialakítását. Ezzel együtt látom én ezt nagyon jónak, és szorgalmazom, hogy minél előbb valósuljon meg itt is a fizetőövezet. Ugye meghozunk egy döntést, de a fővárosi közgyűlés fogja kimondani majd azt, hogy ez valóban fizető parkolóvezetté válhat-e. És azt követően tudunk arról dönteni, hogy mikor vezetjük be, tehát ez nem holnap fog megtörténni, hiszen a költségvetésből biztosítani kell a forrás arra, hogy a megfelelő forgalomtechnikai intézkedéseket ki lehessen vitelezni. Ma már ugye van egy parkolási üzemeltető társaságunk, tehát a szervezeti hátterünk megvan mindehhez. Ezen a területen mindenképpen, és ezzel én egyeztettem a szomszédkerület polgármesterével, együtt fogunk haladni és gondolkodni, hiszen a két városrész egymás lehetetleníteni el. Ugyanez nem történt meg ugye a Gyakorló utcánál a zuglói oldalon. Hát ott látjuk, hogy a Füredi utcában, vagy a Füredi lakótelepen, Pillangó utca környékén milyen áldatlan állapotok uralkodnak még ma is. Itt a másik oldalán a kerületnek más módon szeretném mindezt véghezvinni. Ezután egy olyan pályázat elbírálásáról döntött a testület, amely évről évre sikeresnek mondható. A lakosság számára igen nagy segítséget jelent a biztonságérzet kialakítása érdekében, hiszen egy olyan támogatásról van szó, amely a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelőrendszer létesítéséhez nyújtandó. A napirendi pontot az előterjesztő dr. Pap Sándor alpolgármester mutatta be röviden. Egyetlen szempontból rendhagyó a most behozott döntés. Azt örömmel konstatálhatjuk, hogy a lakóközösségek elektronikus megfigyelőrendszerének támogatására kiírt pályázat az évről évre sikeres, és
hála Istennek egyre több olyan társasház és lakásszövetkezet van, amelyik él ezzel a lehetőséggel, amit az önkormányzat biztosít. Egyetlen egy szempontból más ez a döntés, mint az előző pozitív elbíráló döntések voltak. Az eredeti elképzelés az volt, hogy a biztosított keretből szeretnénk lehetőséget nyújtani a hagyományos építési móddal épült házaknak, magyarul a téglaházaknak és az iparosított technológiával épülteknek, amit a köznyelv panelnek hív. És ennek érdekében egy 60-40-es arányt határoztunk meg. A 60%-át a keretnek biztosítottuk panelépületeknek, 40-et pedig hagyományos építési módoknak. Ez nem hasgeometriai alapján került megállapításra, a KSH szerint a kőbányai lakásoknak az arányain belül 60% az iparosított technológiával épült, és 40 a hagyományos. Ebben a pályázatban viszont a pályázók egésze panelépület. Ennek megfelelően biztosítanunk kell a keretnek a megemelését, hogy a szumma keret 60%-a lefedje a beérkezett pályázói igények egészét. Ennyiben más egyebekben az elmúlt időszak, ha szabad így fogalmazom, legsikeresebb pályázatot bonyolítottuk le. Több mint 3 millió forintot fogunk odaadni társasházaknak, lakásszövetkezeteknek. A tárgyalt témához Tubák István képviselő is hozzászólt, és egyben egy kérdést is megfogalmazott, amelyre Pap Sándor válaszolt. Egy észrevételem lenne, csak teljesen jó dolognak tartom egyébként ezt a kamerarendszer kiépítésének a támogatását, viszont egy észrevételem lenne, nagyon sok esetben ugye olvassuk azt rendőrségi oldalakon, a közösségi oldalakon, hogy a rendőrség a lakosság segítségét kéri, bizonyos bűncselekmények elkövetének kézlekerítése szempontjából. És nagyon sok esetben ezek a kamerák olyan gyenge minőségi képet készítenek, akár közelről is, hogy az elkövető, még hogyha arccal szemben van a kamerával, és 4-5 méter vagy lépcsőházon belül van, akkor is felismerhetetlen. Az lenne a kérdésem, hogy van-e arra lehetőség, hogy a pályázat kihirdetésének feltételeként megszabjuk azt, hogy egy minimális a kameráknak egy minőségi elvárása legyen, ha már támogatunk valamit, akkor azt úgy támogassuk, hogy ne csak egy árnyékot vagy egy alakzatot támogassunk, hanem a hatékonyság növelése érdekében kicsit a minőség irányában elmozduljanak. A leges-legelső pályázat kírásától kezdve része a pályázati kírásnak egy műszaki minimum követelmény, amelyet a témában jártas szakértő bevonásával állítottunk össze. Tehát a pályázatnak megfelelő műszaki tartalommal felszerelt alkalmasnak kell lenni arra, hogy szükség esetén a rajta szereplő, a felvételen szereplő személyeket azonosítani tudják. De ha egyébként, hogyha van olyan konkrét észrevétel, ami konkrét társasházra vonatkozik, meg tudjuk esetleg vizsgálni, hogy a társasház a kiírásoknak megfelelő rendszert szereltetett-e föl a támogatásunkból. Azt mindig vizsgáljuk. Én bízom benne, hogy az interneten mostában fölbukkanó felületek nem ilyen házakban készültek. A Blahovica téri bankrablóról egészen jó értékelhető képet láttunk ma már az interneten. Indítom a szavazást. A napirendi pontot 17 igen egyhangú szavazattal fogadta el a testület, ezzel is segítve és javítva a kerület közbiztonságát.